Most pedig következzen egy friss pécsi popzenekar. A korábban már nálunk is bemutatkozó Soyuz Seven két tagja, egy harmadik zenésszel kiegészülve néhány hónapja megalapította a Pixel Plants nevű formációt. Egész egy ilyen hecnek indult. Igazándiból volt egy tehetségkutató Pécsen a Tititában, ahova jelentkeztünk, de tényleg úgy, de akkor még egy számunk se volt, csak ki akartuk próbálni, hogy föl tudunk-e készülni egy háromszámos anyagra egy tehetségkutatóra, ami annyira jól sikerült, hogy nyertünk egy háromszámos stúdió felvételt, és ha ez már így alakult, akkor úgy döntöttünk, hogy együtt maradunk, és megpróbáljuk, hogy megnézzük, hogy mit lehet még ebből kihozni. Először úgy volt, hogy végül is ketten leszünk a Sadával, hogy lévén egy pár, sok időt töltünk együtt, és akkor a Sada ugyanúgy megcsinálta az alapokat, és akkor szerettünk volna mindenképp azért színesíteni a dolgon, és akkor így jött Gábor a képbe, és tényleg akkor egy gitárral megerősíteni ezt, és akkor így most hivatalosan akkor hárman vagyunk. Tehát ez volt így az alapfelállás, és hát tényleg ezzel a hangfoglalás tehetségkutatóval indult az egész, hogy akkor arra ezt a háromszámos kis repertoárt összeállítottuk, és ezzel neveztünk. Magyarán nem volt alapkoncepció, annyira magunkkal itt akartunk egy kicsit bizonyítani, megmenőzni, hogy ilyen jó csávok vagyunk, hogy össze tudunk rakni egy tehetségkutatóra. Három működőképes számot, tehát nem kevés energiával, de és ez nem lekicsinyesett a bizenekarra szemben nyilván, csak hogy ez nekünk így bejött, hogy ezzel dolgozgattunk, volt valami inspiráció, mert tök régóta tervezgettük már, hogy mit csinálunk hasonló, csak nem volt semmi, ami inspirált volna, ez meg így valamennyire megtolt bennünket abba, hogy összerakjuk ezt a kis anyagot. Ez butított a változat, ez pixel pop. Mondjuk azt, hogy így, ez így ilyen kis bites dolog. Hát pontosan erről is szól a trigó felállás, hogy szerettünk volna azért egy kicsit egyszerűsíteni azon. Belestünk abba a hibába, amiben már nagyon sokszor beleestem, hogy volt egy már alapból telített alap, igen. Hogy még egyszer elsősem ezt a szót. Amit még tovább töntünk, tehát dobbal, gitárral, basszussal, ami aztán élőben, mert felvételen jó szó volt a dolog, viszont élőben lett belőle egy viszonylag hagyfasz, amit már nehezen lehetett értelmezni. Úgyhogy most alapból az volt a koncept, hogy ebből az űrpopból, meg ebből a telített dologból egy kicsit letisztultabb cuccot hozzunk ki, mert nyilvánvaló ez hallatszik is, hogy szerintem ez bőven elég, ez a három hangszer, hogyha nem számítjuk bele a az elektronikát, ami szól hátulról. Ja, az elkezdő zenei alapot a Sada hozzááll, és tulajdonképpen a gitárt azt próbán nézzük össze a zenei alappal, és ott derül ki, hogy milyen riffeket, milyen gitártémákat fogok rájátszani. Nyilván ez úgy néz ki, hogy együtt kell dolgozzon az énekkel, a gitár. Ez nyilván nem egy gitárközpontú zene, hanem itt a gitár az csak úgymond színesíti a zenei alapot és az éneket. Szöveget azt ugyanúgy, mint korábban a Mohácsi Balázs
nagyon jó barátunk tollából származnak, tehát őt továbbra is szeretnénk még esetleg hasonlóban felkérni. Van számszöveg, ami azért Sada tollából származik, de a legtöbb az továbbra is a Mohától. Most ott tartunk, hogy igen, hárman indultunk, aztán jött a következő inspiráció, az Ördögkatlan, ami ugye már a két hete volt, hogy arra még egy teljes koncertes anyagot összerakjunk, úgyhogy gyorsan összerántottunk még egy 4 számot. Úgyhogy nálunk ez így működik, nem az a, nincsenek ezek a hónapos munkálatok, ezek a dolgokkal, tehát gyorsan még hozzá raktunk 4 számot, jól igazán volt, ami már megvolt ennek az alapja, ki kellett dolgozni. Most ott tartunk, hogy van egy ilyen 8 számos koncertanyagunk, ami a következő inspiráció, a következő koncert miatt nyilván bővülni fog még. Egy 3-4-jel azt szeretnénk, hogy egy 10-12 számmal ki tudjunk állni. Másrészt ott tartunk, hogy ezzel a lehetőséggel, ezzel a demo felvétellel szeretnénk kiadni egy 3 számos anyagot plusz egy remixet, ami ott tart, hogy keverési állapotban van. Egy nagyon-nagyon profi technikus keveri a dolgot, úgyhogy roppant bízunk benne, hogy ez meg fog szólalni eléggé. És akkor ez szépen kicsit be kell csúsztatni a köztudatba most, hogy már úgy döntöttünk, hogy komolyan veszük magunkat.